miért vagyunk itt? Mit csinálunk most egyáltalán? Mondjuk már el azoknak, akik itt nézik a felvételt. Hát egy nagyon komoly fotózáson vagyunk éppen túl. Nagyon nagy dologra készülünk ugyanis. Felkértem Nikit, hogy írjon már egy szöveget, aztán végül a zenét is ő írta meg. De aztán azt gondolom, hogy egy ilyen csapatmunkával végül úgy kigyúrtuk, hogy minden apró részete nekem is nagyon, nagyon tetszik. Elég maximalista vagyok, de aztán a végeredmény azért mindig az, ami mindenkinek tetszik. Nem biztos, hogy a legkönnyebb velem együtt dolgozni, ezt a Niki is meg tudja erősíteni. Volt ilyen szép még, a szemünk helyettünk beszél. Gyors a világ, szinte fáj, hogyan hajsz. Borzasztóan büszkék vagyunk egyfelől, hogy írtunk neked egy dalt, hogy írhattunk, hogy felkértél minket. Nekem ez az első olyan dalom, amit más előadó számára írtam, és nagyon nagy kihívás volt, nagyon boldog voltam, amikor mondtad, hogy tetszik. Másfelől hát az egész munkafolyamat, amikor a felvételt elkezdtük egészen addig, amíg a master itt lett a kezünkben, tehát az a profizmus, ahogy te hozzáálltál ez az egészhez, és az, hogy minden, tényleg, ahogy a Bálint mondja, hogy minden részlet számított neki, és azt akarta, hogy ha már itt belefogtunk, akkor minden a helyén legyen és a legjobb legyen. Ezt vártam még. Csendül el, amíg nézem, ahogy azt. Ahogy összeszámoltam, nagyjából 22-en vettünk részt zenészek, meg ugye különböző stúdióban tettek hozzá a felvételt, aki rögzítette a keverést, aki elkészítette, Víg Arnold, Mohai Gyuriéknál vettük fel a stúdióba, úgyhogy egy elég ilyen multi kis produkció lett belőle. A dal címe Így nem szerettem még, mert hogy ez nem hangzott még el. Most ez a dalhoz készülnek a fotók, meg tudjuk mutatni, és minél előbb fel tudjuk tölteni. Úgyhogy jó szórakozás majd hozzá!